Sziasztok! Anamé vagyok, a Karma Killer Yoga és az Anamé Életmód Program megalkotója. Ez a videó a testtudatosság gyakorlatáról szól. És hogy miért szól a testtudatosság gyakorlat az otthonodról? Azért, mert egy frissebb, rendezettebb térben több energiát lehet, energikusabbnak és élettelibbnek érezheted magad. És hogy miért tudatosság gyakorlat? Azért, mert az életünkben mindig energiagazdálkodás folyik. Akár tudatában vagyunk ennek, akár nem. Vedd észre, hogyha az energiáid le vannak kötve a használaton kívüli felhalmozott lomokban, akkor neked kevesebb marad. Nyerd vissza. Lehet, hogy neked is több holmid van otthon, mint amit használsz. És arra gondolsz, hogy mindegy, mert elfér, de tévedsz. Azért, mert amit nem használsz, ezt a saját energiádból tartod fenn. Mi azon dolgozunk, hogy ezeket az energiákat visszanyert, és egy magasabb energiaszinten élhess, azaz boldogabban, felszabadultabban, több energiával. Minden, amit otthon van, ez három kategóriába tartozik. Az első kategória az, ami már sem neked, sem másnak nem jó, az a szemét. A második kategória az, ami neked fölösleg, és lehet, hogy ez másnak hiány, úgyhogy ezeket el tudod ajándékozni, vagy el tudod adni, hogyha újszerű. A harmadik kategória pedig az, amit nagyon szeretsz, és boldogan használsz, és örülsz, hogyha ránézel. És hogy hogyan csináld? Én azt javaslom, hogy egy kategóriához tartozó tárgyakat, például a ruhákat, egyszerre pakolj ki otthon, és egyesével vedd kézbe. És amikor a kezedben vannak, akkor figyelj arra, érezd meg, hogy milyen érzés sugároz. Hogy hogyan viszonyulsz hozzá, hogy milyen energiája van, hogy milyen története van. És döntsd el, hogy ez az energia kell-e az életedbe. Abba az új életbe, ami ezáltal kezdődik. Frissen, könnyen és terhek nélkül. Mindenről további információkat a leírásban találsz. És ha tetszett, akkor azért, hogy ne maradj le az új és hasznos tartalmakról, kérlek, hogy iratkozz fel a csatornára. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál. Találkozunk hamarosan.